Srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és itt lennünk egy újabb videóban, amiben a Once Human-hoz szeretnénk egy kezdőknek szóló videót csinálni, ugyanis hát mi azt tapasztaltuk, hogy a játék így a kezdők számára nem feltétlenül egyébként így a legbarátságosabb, úgyhogy most azt fogjátok ebben a videóban látni, hogy mi milyen tippeket, tanácsokat, illetve segítséget tudunk így nyújtani nektek azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljetek oda a játék során, és mit hogy oldjatok meg. Ami még nagyon fontos, hogy itt lesz velem amúgy ebben a videóban Pitypong. Csaj. Úgyhogy ő is majd segít nekünk, hogy akkor mit és hogyan érdemes. És a legelső dolog a játék során, amikor ugye végeztek a tutoriállal, ugye a játék el fogja mondani nektek, hogy tegyetek le majd magatoknak egy base-t igazából. Ezt úgy tudjátok elérni, hogy megnyomjátok a B betűt, és leteszitek valahova az alapvető foundation, vagy hogy mondjam, így az alapvető... Területet igazából. Hát így letesztek egy területet. Ugye nagyon fontos, hogy más játékosok területében nem tudtok belemenni, ez azt jelenti, hogy ahol most itt ez a fehér négyzet van, ugye ez most az én bázisomnak a területe, ott van például Pitypongnak a bázisa, tehát hogyha én mondjuk most nem lenne bázisom, de le akarnám tenni, akkor Pitypongnak a területéhez, tehát közeléhez nem tudnám, mivel mutatná, hogy hoppá, ez az ő területét mutatja is, itt piros kocka lenne, nem tudnám ide lerakni a bázisomat. Most azt ne nézzétek, mert a mi területünk egyébként fejlesztve van, tehát nem ekkora az alapvető területetek, ennél sokkal kisebb, ezt majd fel kell upgrade-elnetek. A lényeg az, hogy a B betű lenyomásával le kell tenni az alapot, amire ti majd tudtok építkezni. Utána jön megint az a kérdés, hogy ugye bal oldalt fenn mutatni fogja a küldetés, hogy nektek ugye mit kell csinálni, ezt mindenféleképpen kövessétek. A sárga a main küldetés, a narancssárga pedig egy ilyen idézőjeles mellékküldetés, jól mondom? Mellékküldetés, igaz a felfedezés, úgymond ez megmutatja, hogy mit legyen kell. Igen, tehát igazság szerint, hogyha leraktátok az alapvető bészt, a játék mondani fogja, hogy tanuljatok ki új dolgokat, ugye ezt a tab lenyomásával, tehát megnyomjátok a tabot, rámentek a krendőrre. Itt bal oldalt a Memetix-nél tudtok kitanulni, hát úgy, mint mondjuk Arkban igazából lekraftolható dolgokat. Ugye ez négy menüre oszlik, ugye oszlik az infrastruktúrára, a craftingra, a logisztikára, illetve a buildingre. Ugye a building részen tudjátok a házatokhoz az alapvető dolgokat kitanulni, például lépcső, tető, falépcső, garázs, ládák, stb. Míg az infrastruktúrában igazából megtanuljátok, hogyan kell kemencét csinálni, disassemble benchet, ugye ez lesz talán az első küldetés, hogy ezt le kell craftolni. Sőt, pont ezt hiszem, ez a legelső küldetés, nem a disassemble-t, hogy ki kell tanulják és le kell, hogy rakják. Lehetséges. Szóval itt igazából megfogjátok, kitanuljátok, ilyen meme pontba fog kerülni. Ezt igazából a játékban küldetések során tudjátok majd állókolgatni, hogy haladtok a játékkal, úgyhogy érdemes beosztani, hogy mit mire költötök, és miután kitanultátok azt, amit ti le akartok raftolni itt a menüben, ugye a küldetés, mint mondtam, bal oldalt írni fogja, hogy mit kell kitanulni, akkor a B betű lenyomásával, majd pedig a jobb klikkel, tehát megnyomjátok a B betűt, egyszer elengeditek, megnyomjátok a jobb klikket, akkor előjön egy menü. Itt van Structures, Facilities, Furniture, Sprints, House Blueprints. Nos, ugye nektek ugye le kell kaptolni először a Disassemble Benchet, amit úgy tudtok megcsinálni, hogy bementek a Facilities gombra, majd szépen kiválasztátok a Disassemble Benchet, és leteszitek. Ugye nagyon fontos az, hogy ezt, tehát így a földre nem tudjátok lerakni, ehhez kell Foundation, látjátok, hogy a házban nekem engedi lerakni. Foundation szint ugyanúgy úgy tudtok lerakni, hogy megnyomjátok a B betűt, majd megnyomjátok a jobb klikket, és rámentek arra Structures, és itt szépen kiválasztátok a számotokra elérhető Wood Foundation-t. Ha ezt leteszitek, erre majd rá fogjátok tudni tenni ezt a Disassemble Workbench-et. És mielőtt megkérdeznétek, hogy ez micsoda vagy mi haszna van, mivel a játék egyébként elmondja, hogy miután ezt leraktátok, bontsatok le vele valamit, de egészen konkrétan arra nem tér ki, hogy miért értem el lebontani a tárgyakat, igaz? El szeretnéd mondani, hogy mi értelme van, vagy mondjam el én? Elmondhatom, hát igazából annyi az értelme, hogyha ide jöttök és lebontjátok a dolgokat, alapvetőleg azokat a dolgokat, amik ugye itt az első opciónál vannak, ez a scrap, ugye az ilyen lootolt tárgyak, alapvetőleg ugye a földön találhatóak, ugye azokat, hogyha lebontjátok, akkor lehet belőle ilyen tárgyakat kapni, amikkel lehet ugye craftolni.
és hogy elősegíti a kraftolásokat, utána pedig ugye a lőszereket és hasonlókat is le lehet bontani, hogyha nem tetszik, abból ugye fémet, akármi és mi dolgot is le lehet szerezni, vagy esetleg nadrágot, vagy ruhákat, bármit, amit leszeretnétek bontani, abból ugye bőrt is, ugye, amiből összeraktátok. Így van. Tehát nagyon fontos, hogyha portyáztok, tehát mit tudom én, lootolgattok városokat, küldetéseket csináltok, az inventoritokba akaratlanul is fog keletkezni szemét, amit mindenféleképpen itt az első oldalon bontsatok le, ahogy Pitypang mondta, ezek mind crafting alapanyagok, illetve nagyon hasznos dolgok lesznek a későbbiekben, tehát szemétből csináltok igazság szerint hasznos tárgyakat. Illetve, hogyha valamit craftoltok, és már esetleg jobb cuccotok van, ugyanúgy bontsátok le. Igaz, egy töredékét kapjátok vissza annak, mint amit lecraftoltatok, de igazság szerint jobb, mint a semmi. Mindig csináljátok a story küldetést, ez bal oldalt fent sárgával jelzi nektek a játék. Ugye mi jelenleg elérkeztünk a játékban egy olyan pontra, hogy nem tudunk tovább haladni a történettel, ugyanis új kontentre van szükség a játékban. Ez azt jelenti, hogy jelenleg mi elértük, kijátszottuk lényegében a storyt, amit eddig lehetett. De hamarosan, pár napon belül, ha minden igaz, érkezik story, azaz content frissítés, ahol új bosszok, új területre lehet majd felmenni, és folytatni tovább a történetet. A másik pedig ugye a journey, ez igazából a felfedezés, itt belevisz a játék alapjaiba, hogy csinálj képeket, menj el horgászni, nem tudom, így ölj meg pár zombit, menj el lootolni bizonyos helyekre. Úgyhogy igazság szerint ezt a kettőt mindenféleképpen csináljátok. És ami viszont nekem nincs felírva, azok viszont a lila küldetések. Annak az a lényege, hogy ti mondjuk bementek egy városba valahol a térképen, most tök mindegy, hogy hova, valahova bementek a térképen, akkor számotokra elérhetővé válik egy ilyen lila küldetés. Ez azt jelenti, hogy nektek az adott területen keresnetek kell azt hiszem kettő weapon crate-et, állokolnotok kell egy riftet, illetőlegesen meg kell keresni egy mitikus crate-et, ugye? Hát egy Mystical Crate. Mystical Crate-et valahol egyébként enemit is kell ölni, ugye azt ott van olyan, hogy Defeat Elite Enemies, vagy pedig Defeat Nora. Ez vagy pedig mind a kettő. Így van, tehát hogyha bementek egy városba mondjuk lootolni, és bal oldalt megjelenik nektek egy lila küldetés, azt érdemes megcsinálni egyébként, mert egyrészt weapon crate-tel, tehát fegyverekkel, páncélokkal, kajával, piával, egyéb hasznos tárgyakkal jutalmaz a játék, mindezek mellett kaptok XP-t. Fast Travel és a Towers. Ezt megmutattam nektek a térképen. Ezek ilyen teleportation towerök. Itt látható, ez kék színű, mert ezt már feloldottam. De biztos, na itt például egy olyan, amit nem oldottam fel. Ezekhez, hogyha oda mentek, akkor igazság szerint fel tudjátok oldani. Ami azt jelenti, hogyha ti egy másik ilyen teleportation távolnél vagytok, akkor oda tudtok teleportálni. Most nem egészen tiszta az nekem, hogy mikor tudunk elteleportálni ilyen táverekre, és mikor nem. Mert van, hogy csak akkor engedi a játék, hogyha egy konkrét távör mellett állunk, ugye? Így van. Valamikor pedig csak akkor, amikor nem számítasz rá, és igazából a map közepén állsz. Így van, mert most is, mint láthatjátok, el tudok teleportálni ide is. Viszont van olyan, hogy a játék gondol egyet, és így csak akkor enged teleportálni, hogyha elmentek egy teleportation tower mellé. Hogy ez mitől van, azt nem tudom, tehát így nincs igazából időhöz kötve, tehát nem mutat olyat, hogy te most várjál 10 percet, míg el tudsz teleportálni, hanem szimplán tényleg van olyan, hogy gondol egyet a játék, és most akkor nem kell neked elmenni egy teleportation towerhez, elteleportálhatsz anélkül is. Viszont lesz olyan, hogy nem enged elteleportálni a játék, el kell menni egy ilyen towerhez. Ha még nem állokkoltad ki, akkor az ilyen szürkén fog mutatni, oda mész kiállokkolod, ha már kiállokkoltad, ilyen kékszínű lesz. Na most ennek a távörnek igazából nem csak az a jelentősége, hogy te tudsz teleportálni, tehát fast travelként tudod használni, hanem tudsz mellette worldöt váltani. Itt a képernyő jobb felső sarkában, majd bezoomolok nektek, láthatjátok, én most jelenleg az ötös világon vagyok. Ez mit jelent? Hogyha ti ugyanazon a szerveren játszotok, mint mondjuk a barátatok, de nem látjátok egymást, az azért van, mert ti valószínűleg különböző világba vagytok. Tehát egy szerveren, de lehet, hogy a barátod mondjuk a World 1-be, te pedig mondjuk a World 3-ba vagy. Ezt úgy tudjátok kivitelezni, hogy valamelyikőtök elmegy egy ilyen teleportációs toronyhoz, és átmegy ugyanarra a World-re, ahol a barátod van. Fontos figyelembe venni azt, hogy a bázisotok az World-höz kötött. Én erre nemrég jöttem rá. Ez azt jelenti, hogy nekem mondjuk itt World 5-ben van a bázisom, de elmegyek World 1-be. Hiába vagytok ugyanazon a szerven, a World 1-be újra le kell rakni a bázist. Ez nem jelenti azt, hogy elveszik a bázisod World 1-be. Annyit jelent, hogy neked ott le kell rakni.
Most azt még nem tapasztaltuk, hogy ez azt jelenti, hogy Word 5-be eltűnik-e és átmegy a Word 1-be, de a lényeg az, hogy a bázis igazából megmarad, tehát nem kell amiatt tagodni, hogy jaj, most eltűnik mindened és kezdheted erről. A Word-ök között tudod majd a bázisodat cipelgetni, amit egyébként Pitypang mindjárt le is magyaráz nektek, hogy a bázis hogyan tudjátok elvinni A-ból B-be. Hát a lényeg az annyi, hogy ha szeretnétek mondjuk máshova elvinni a bázisotokat, mert ott nem tetszik, ahol van, vagy pedig túl sokan vannak körülöttetek, és emiatt nem tudjátok ugye fejleszteni a bázist, ugye nagyobbítani, akkor pedig megnyomjátok a B betűt, utána pedig előjön egy Z betű, amit hogyha megnyomtok, látni fogjátok a bázisotokat, így kívülről, és ugye ezt, hát elég nehézkesen, de el lehet mozgatni, ugyanis a lényeg az az, hogy útra nem lehet lerakni, viszont hogyha találtak egy tökéletes helyet, ahol le tudjátok rakni, akkor ugye oda tudjátok helyezni, és mostantól ott lesz a bázisotok. Ha pedig azt se tetszik, utána egy cooldown, az ott lesz rajta, és utána tudjátok tovább helyezni. Így van. Ez a cooldown, ez 10 perc, de azt jelenti, hogy ti 10 perceként tudjátok változtatni azt, hogy hol legyen a bázisotok. Tehát, hogyha mondjuk esetleg átmentek egy másik worldbe, akkor igazából nem kell amiatt aggódni, hogy a bázisotok elveszik, vagy hogyha olyan helyen vagytok, ami nem tetszik, el akartok költözni, akkor bárhol vagytok, megnyomjátok a B betűt, majd a Z betűt, és ahol zöldre jelző, oda le tudjátok rakni, kivéve, hogy ugye Pitypang is mondta útra. Azt viszont vegyétek figyelembe, hogy tudjátok fejleszteni egyébként a bázisotokat, tehát hogy mekkora területen tudjátok építkezni. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Lényegében azért is fontos, mert ugye lehet ugye véveket indítani a házadra, amikor ugye elég sok szörny keletkezik. És hát kis terület, nem feltétlen sok turetet lehet lerakni, mert ugye vannak turetek self-defense játékban, és azokat ugye nem igazán lehet lerakni, mert elég kevés lesz a hely, és ugye minél több hely, annál nehezebben jutnak be a szörnyek a házadba. Valamint, ha veteményet szeretnél csinálni, vagy bővíteni a házadat, akkor az elég sok előnyt tud neked adni. Így van. A bázis fejlesztés azt úgy tudjátok megtenni, hogy a bázisotokon mindig lesz egy ilyen kis eszköz. Oda mentek és szépen megnyomjátok a H betűt, amivel fel tudjátok fejleszteni, az le fogja írni, hogy mikor lesz elérhető, meg mi kell hozzá. Illetőlegesen most eszembe jutott az is, hogyha esetleg a bázisotokon valami nem tetszik, ahova leraktátok, nem kell lebontanatok, megnyomjátok a B betűt, majd megnyomjátok az F betűt, és odébb tudjátok rakni. Ha esetleg meggondoltátok magatokat, hogyha nyomtok egy Escape gombot, automatikusan visszakerül. Az R betűvel lebontjátok, F betűvel pedig át tudjátok tenni máshova. Illetőlegesen, amit Pitypang mondott, ez is fel volt nekünk írva, de akkor térjünk is át erre. Ezt így igazság szerint én 15-ös, 20-as szint alatt nem igazán ajánlom, végképp nem egyedül. Tehát ezt mindenképpen egy barátotokkal csináljátok, vagy csatlakozzatok be a klánunkba. Egyébként majd itt a videóban ki fogom írni, hogy melyik szerverre játszunk, lent lesz a leírásban, illetve a komment szekcióban is. Gyertek fel erre a szerverre, hogyha feltudtok, és csatlakozzatok a klánunkba. Törekszünk arra egyébként, hogy magyarok, többnyire magyarok legyenek, de ez egy nemzetközi klán, tehát nem csak magyarokból állunk, viszont nagyon sok magyar található, és minket is megtaláltok. A lényeg az, hogy bementek a B betűbe, rámentek arra, hogy Facilities, itt rámentek a Function Facilities-re, és craftoljátok le ezt a Stardust Resonant Filtert. Ez egy ilyen sárga kis cucc. Ha ezt lecraftoljátok és leteszitek a bázisotokra, ebbe F betűvel tudtok belerakni Eclipse Cortex-eket, szinthez kötöttet, vagy van level 1-es, ami 15-ös ellenségeket rédeltet a bázisotokra, kettő körből áll, egy elitből is, kettő játékos szükséges hozzá, vagy van a 2-es, ami 25-ös szintű szörnyeket, kettő játékost igényel, egy elitből áll, kettő kört igényel, viszont tudjátok egyébként ezeket kombózni, tehát be tudtok akár rakni kettőt is, és akkor voilà, több embert igényel, több nagyobb szintű szörnyön több wave van, tehát ebből akár berakhatok nagyon sokat, és akkor tényleg is szarrá rohamozzák a bázisotokat. Úgyhogy ezt, hogyha megcsináljátok, akkor egy ilyen lila fizetőeszközt kaptok, amit itt mutatok a videóban. Ezt el tudjátok költeni a játékon belül, tárgyakra, fegyverekre, úgyhogy mindenképpen hasznos ezt egyébként gyűjteni. Viszont arra figyeljetek oda,
hogy az első pár ilyen, tehát hogyha mondjuk ilyen egyest használtok, az annyira nem vészes, még talán a kettese, hogyha ketten csináljátok, viszont hogyha többet raktok be, akkor ajánlott a bázisotokra tureteket, tehát ilyen automatikus fegyvereket önvédelmi szempontból lerakni, plusz falakat felhúzni, ugyanis amikor a bázisotokat ezek a lények megtámadják, hogy ezt itt elpusztítsák, akkor bizony sebzik a faladat, bejönnek a bázisodra, sebzik az bent lévő dolgokat, azt neked fel kell javítani, ki tudják ütni a falat, a talajt, tehát konkrétan kárt tudnak tenni a bázisodban. Viszont itt farmolsz XP-t, illetőlegesen ezt a lila fizetőeszközt, amit az előbb mutattam nektek. Okés. Ami nagyon fontos, az a gearcraft, weaponcraft, upgrade-ek és modok. Nos, ugye előbb-utóbb rá fogtok jönni arra, hogy nektek ugye alapvetőleg a Supply Workbench, illetve a Gear Workbench-ben tudtok craftolni magatoknak pisztolyt, nyilat, illetve páncélt. Na most, ami nagyon fontos, az, hogy a Supply Workbench, tehát a sima Workbench-ben tudtok magatoknak craftolni lőszert, nyilat, csákányt, healt, stb. Viszont el fogtok jutni egy pontra, ahol nektek már kell jobb fegyver. Ezt bizony a Gear Workbench-be tudjátok lecraftolni fegyverekre osztva. Illetve van egy külön menü, ahol tudtok craftolni sisakot, mellényt, nadrágot, kesztyűt, cipőt. Ezeket mindenképpen craftoljátok le. Viszont ami nagyon fontos, itt fel vannak osztva tírekre. Értem, szerintem a tier 1 az leggyengébb, a tier 2 erősebb, tier 3 erősebb, tier 4 erősebb. Itt lent be kell szépen odagolni hozzá a cuccokat, hogy le tudjátok craftolni, ugye látható team 4-et én még nem tudok. Viszont van egy repair felület is, ennek az a lényege, hogy amit ti használtok fegyvert, az egy idő után törik. Ez vonatkozik a ruhára, vonatkozik a melee weaponötökre, elhasználódik, utána pedig eltörik. Tehát neked nagyon fontos az, hogy miután használsz valamit, mindig gyere ide ez az asztalhoz, kattints a repairre, és szépen javítgasd fel őket. Itt mutatni fogja, hogy mi kell a javításához, ezeket gyűjtsd össze, és javítsd fel, addig, ameddig azt a fegyvert használod, vagy nem találsz jobbat, vagy nem craftolsz jobbat. Ez vonatkozik ugyanúgy a ruhára, ez is használódik, ezt is időnként javítani kell. Na, térjünk is át a calibrationre. A calibrationnek az a lényege, hogy van egy adott fegyver, tök mi egy, hogy milyen tier 1, tier 2, tier 3, értelem szerint a legmagasabb tiert, amit le tudsz craftolni, craftold le. Ezt te tovább tudod fejleszteni. Tehát ugye én még jelenleg nem tudok tier 4-es cuccokat craftolni, mert még nem jött ki a játék az olyan frissítés, hogy én azokat meg tudjam szerezni. Ezért jelenleg nekem a tier 3-as fegyvert kell felerősítenem a lehető legmaxosabbra, addig még nem tudok újabb cuccokat szerezni, hogy könnyedén haladjak a játékba. Itt szépen elmentek a calibrationre, kiválasztátok a fegyvert, itt le fogja írni, hogy mi kell hozzá, hogy fejlesztétek, és fejlesztitek. Itt mutatni fogja, hogy mennyi a max, amit fejleszteni tudtok, tehát ugye ez a 7-es. Láthatjátok, hogy nekem 6x7-es ez a fegyver, tehát még nincs teljes mértékben kimaxolva. Hogyha összegyűjtök hozzá még 67 darab fémet, akkor igazából ki is maxoltam. Ugye, mint látható, ez a damage-et növeli az adott fegyveren. Látható, ez ki van maxolva, ez is ki van maxolva, és ez vonatkozik a ruháknál. A ruháknál egyébként ez HP-t eredményez, tehát minél nagyobbra fejlesztitek, annál több HP-tek lesz. Úgyhogy ez mindenképpen egyébként ajánlatos nektek felfejleszteni a legmaxosabbra. Ugye hát akkor térjünk is át a modokra. Ezt a K betűvel tudjátok elérni. Itt szépen jobb klikkeltek a ruhára, vagy pedig a fegyverre. Itt elérhető lesz számotokra a mod. Ezt a játék során egyébként szereztek, és olyat használtok, amilyet szeretnétek. Mindegyiknek megvan a sajátos tulajdonsága, gyorsabban töltesz újra, több élet lesz mondjuk a ruhádba, többet sebzel mondjuk a pisztolyoddal, vagy mit tudom én, ha meglövöd a zenemit, akkor felgyullad. Itt értelemszerűen választhatok ki magatoknak egy olyan modot, amit ti a játék során tudtok használni, és nektek hasznos lesz. Én ajánlom nektek azt, ami például többet sebez. Szépen itt kiválasztátok, mondjuk most legyen például ez, megnyomom, és voilà, be is tette a fegyverbe. Viszont ezt még tudjátok egyébként fejleszteni, ezt kisebb szinten egyébként nem érdemes, és kék modoknál sem, ezt ajánlatos egyébként lila modoknál ezt a fejlesztést alkalmazni, mint láthatjátok, én még nem nagyon foglalkoztam ezzel. Itt ha megnyomjátok a jobb klikket, akkor feljebb tudjátok egyébként fejleszteni, ez nekünk egyébként weapon mod parts-ba kerül, amit úgy tudtok szerezni,
hogy lebontjátok igazából azokat a modpartokat, amiket nem használtok, úgyhogy ebbe kerül, és akkor fel tudjátok fejleszteni a modot, addig, ameddig igazság szerint engedi. Illetőlegesen, ami nagyon fontos, itt az accessorinál, a fegyvereknél, az ammót, egyébként ezt mi pont nemrég tudtuk, mert mi copper ammót használtunk. A játék során egy idő után majd tudjátok fejleszteni, hogy milyen lőszert használjon a fegyveretek. Értem szerint minél jobb élc, annál többet sevez. Tehát eleinte copper, utána már fém, ugye mi már fémet használunk. Azt úgy tudod kiváltoztatni, hogy itt rámész az ammóra, és itt szépen kiválasztod, hogy például fém ammót használjon, ugye eleinte coppert fog. Itt kiválasztod, és onnantól kezdve fém ammót használ a fegyver. Ami nagyon fontos, van még a kozmetik menü, ahol be tudtok állítani egyébként kint a fegyveretekre. Láthatjátok, ez alapból így néz ki. Nem tudom, hogy ez egy alapvető skin, szerintem ez egy alapvető skin egyébként a fegyverre, de tudtok beállítani kozmetiket. Úgyhogy tudtok skint beállítani a fegyverre, vagy ha akartok, akkor tudtok igazság szerint venni rá konkrétan skint. Úgyhogy ezt rátok bízom, hogy mire költitek a pénzt, vagy mire nem. Oké, és hát akkor igazság szerint térjünk is át, Pitypang, átadom neked a szót, hogy ne csak csöndbe legyél. Állatok, illetve ezek a kis minionök. Hát ugye lehet szerezni a játékba segéd, hát mondjuk úgy állatokat, tárt, robotok, nem tudom igazából őszintén mik ezek, lényeket, amiket hát lényegében úgy lehet megtenni, hogyha dungeonöket végrehajtotok, akkor a végén valószínűleg fogtok kapni esetleg. Én legalábbis a mapon random találtam egyet, kettőt, vagy pedig éppenséggel itt van mellettünk egy ilyen hát őszintén nem tudom mi ez, valami a fény, ahol ha oda mentek, akkor ott lesz egy küldetés, ott lesz egy küldetés, amit hogyha végig csináltok, valószínűleg a végén lesz egy mini feaster, ami igazából a kombatot tudja nektek segíteni, amit ugye kombat közben, akár dungeonben is le tudtok magatokhoz hívni az elbetűvel, ami hát mondjuk egy elég sokat sebez, általában ilyen 1000 fölé viszi a sebzéseket, ami egyébként elég hasznos tud lenni. Van, amelyik tud, nem tudom, a craftingba segíteni, van, amelyik hozza neked az alapanyagokat, ugye az érceket, iron, akármit igazából, van, amelyik a fát hozza, van, amelyik pedig az ételkészítésben segített, igazából elég hasznosabb. Igen, itt ugye egyébként kettő részre osztanám ezeket az úgynevezett állatokat, peteket. Van az egyik, ami passzív, ennek az a lényege, hogy ő a bázisodon tevékenykedik. Illetve van az, ami aktív, ami veled van. Tehát te viszed magaddal, be tudod aktiválni, ő tud neked segíteni harcban, tud téged hillelni, vagy akár damage boostot tud adni. Ez igazából az adott állattól függ. Most vegyük például itt ezt a kis robotot, egyébként Pitypunk jól mondta, dungeonokban tudjátok ezeket az állatokat is megszerezni. Például ezt egyébként, ezt a bányászós kis robotot úgy tudjátok megszerezni, hogyha érceket bányásztok, és teljesen random fogja adni nektek a játék. Vagy például ott van az, amit az előbb mondott nekünk Pitypunk, ez a Feaster, ha jól tudom, így hívják. Őt például ezzel a lila ilyen kis rifttel tudjátok, vagy nem rifttel, ilyen lila kis eventtel tudjátok beaktiválni. De van, amit például ugye dungeonből kapsz, például ő, vagy például ő. Itt van nekünk a szamuráj, amit szintúgy nem tudom, hogy hol szereztünk egyébként. A lényeg az, hogy ezt a bányászos robotot egyébként ki tudjátok úgy szedni, hogy bányásztok érceket és megkapjátok. Nagyon fontos, hogy ilyen kis akváriumokat úgy tudtok raftolni, hogy megnyomjátok a beta jobb klikket, vagy bementek ide a facilities-hez, function facility, ezt itt lekraftoljátok. Miért fontos nektek az, hogy lekraftoljatok ilyen vitrint és beletegyétek őket? Mint említettem, ezeket két részre osszuk, aktív, illetve passzív. A passzív állatoknak nagyon fontos, hogy legyen vitrinje, mert ők gyűjtenek neked dolgokat. Tehát most én például fogom és kifogom őt innen venni. Tehát ez így néz ki, hogyha alapból üres, oda mentek, megnyomjátok az F betűt, és itt ki tudtok választani olyan ilyen kis állatokat, amik nektek megvannak. Ha ráviszitek az egeret, akkor mutatja ez a kis szemikon, hogy ez az adott állat mennyire fejlett, illetve a statjai mennyire fejlettek. Látható, ez itt a legfejlettebb. Rákatintok, ugye jobb klikkel, beteszi, és ez nagyon fontos, itt, ha megnyomjátok a G betűt, vagy nem a G betűt, bocsánat, az F betűt, akkor itt be tudtok állítani neki olyat, hogy mennyi ilyen energiát
használj, vagy mennyi energia után kezdjen elő neked bányászni. Láthatjátok, ez nekem be van állítva, hogy 30, hogy eléri a 30 energiát, ezt itt mutatja egyébként bal oldalt, hogy milyen energiája van, illetve milyen a kedve az adott állatkának. Ha 30-ot eléri, akkor elkezd bányászni, és ő tényleg fogja, és szépen ki fog ide menni neked, és neki áll bányászni itt a környéken, hogyha talál érceket a területeden belül. Tehát ide fog például eljönni, és mondjuk most pont ott van a tetőn, és amikor tud, akkor igazság szerint, retrom onnan szerintem valahogy egyébként, mert az előbb kiadta, így van. Tehát megfogom, és menjél bányászni. Igen. Hát akkor ne, akkor menj vissza a tetőre, te köcsög. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy ő neked így bányászik, és szépen megfogja, be fogja vinni téged a bázisodba, na egyébként láthatod, ott pont csinálja. Tehát látjátok, hogy ő most itt bányászik, és hogyha megtelik az inventória, akkor megfogja, és szépen az ő kis akváriumába, vagy vitrinjébe beviszi, ezt az F betűvel, ha ide kattint, azt ki tudod venni. Ez nem mindegyikre igaz, tehát van olyan, ami például csak annyit csinál, mint például ez a kis dino, hogyha mondjuk kaját csinálsz, akkor ő idejön, és akkor gyorsabban elkészül a kaja, vagy itt van neked például ez a kis slime, amit magaddal tudsz vinni még hozzá úgy, hogy megnyomod az F betűt, és ide ezt a gombot itt megnyomod, tehát ahol szinket ír, ha azt megnyomod, akkor ő bekerül a táskádba, de tudjátok, hogy meg is mutatom. Ugye én most a szamurájt használtam eddig, mert szerintem OP, de most volt egy idő, amikor ezt használtam. Ennek az a lényeg, hogy ilyenkor ott van, látjátok, ott van a táskámban a kis slime, és ha megnyomom az E betűt, akkor előjön, hogy én elő tudom hívni, illetve az alsó részre bele tudom rakni a táskámba, ez a bal oldali, ez egész konkrétan nem tudom, hogy micsoda. A lényeg az, hogy ha a jobb oldalit választom, akkor megjelenik és elkezd hílelni. És hogyha felhílelt, akkor vissza tudom rakni a táskába. Ami viszont fontos, hogy most ennél egyébként pont nem azt mutatja, mint a szamurájnál. A szamurájnál más opciók vannak, ott például lehetőségetek van arra, hogy automatikusan támadjon, tehát megmutattam, hogy automatikusan támadja a közelben lévő szörnyeket, vagy kizárólag csak azt támadja, amit én megtámadok. Illetve vissza tudom hívni a táskámba, mert ezek nem maradnak kint a végtelenségig, egy idő után lemerülnek, és ilyenkor visszakerülnek a táskába, hogy feltöltődjenek. Jól van. A következő a kajapia. A játék elején megtanuljátok azt, hogy hogyan kell nektek vizet kraftolni. Ugye elmentek egy tóhoz, egy folyóhoz, ott ugye a G betű lenyomásával koszos vizet szereztek, ezt ti le fogjátok tudni kraftolni, egyébként alapvetőleg a kemencébe, utána pedig a stove-ba, vagy pedig az electric stove-ba, amit én még lusta voltam legyártani, és akkor ott igazából a koszos vízből, meg fából tudtok csinálni magatoknak tiszta vizet. A játék során nagyon fontos, hogy mindig legyen kaja, illetve víz nálatok, hiszen hogyha eljuttak egy olyan pontra, hogy a karakteretek már szomjazik vagy éhezik, akkor ennek lesznek korlátai, nem fog például, hogyha szomjaztok, nem fog tudni futni a karakter, annyira kiszáradt, tehát nem fogtok tudni sprintelni. Illetőlegesen így a kajapia mellé még azt mondanám, hogy a sanity pillt. Ennek az a lényege, hogy a játékban van sanitytek, tehát ahogy láttok szörnyeket, ahogy szörnyekkel harcoltok, a karakteretek szépen fokozatosan elkezd megőrülni. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy ezt kordába tartsátok, ugyanis ha az őrültség szintetek, ez a fejikon egyébként ott középen lent a vízikon mellett, ha az csökken, a HP csíkotok csökken vele együtt. Ez azt jelenti, hogy ha mit tudom én, nektek 5 vagy 10%-on tart a szenititek, akkor gyakorlatilag egy ilyen kis únyi méretű életcsíkotok lesz. Tehát, hogyha az életcsíkotokban egy ilyen kis, ilyen fura anyagot láttok, az azért van, mert a szenititek folyamatosan korlátozza az életcsíkotokat. Ilyenkor érdemes, kétféle opció van, vagy bevesztek egy ilyen gyógyszert, hogy növelje a szeniti szinteteket, vagy csináltok egy ágyat a bázisotokra, és oda lefekszetek, és akkor igazság szerint töltődik a szenititek. Úgyhogy igazság szerint így van. A benzin szerzés is a játék során, és hát a játék elején egyébként egy elég érdekes dolog, mert hát mi is nagyon sokat szívtunk bele, nem Pitypunk, hogy benzint találjunk. Elég. Nos, ezt pont meg tudom itt talán nektek mutatni, itt aztán van egy ilyen autó, amit ki tudunk lootolni, igaz? A lényeg az, hogy az út szélén lesznek ilyen autók, ezeket aztán pont egyébként nem fogjátok tudni ki lootolni. Ezt a középsőt ki lehet, csak nehézkes, mert na igen. Beletolták a másik kocsiba.
Tehát ide jöttök, és ezekben az autóban tudtok találni benzint. Úgyhogy mindig az út szélén lévő ilyen autóknak a csomagtartóját érdemes lecsekkolni. Ezt a fél autót nem lehet sehol kilútolni. Ennél a piros autónál meg általában itt a hátsó lökösön szokott, a hátsó csomagtartón szokott lenni láda. Úgyhogy ilyen autókat láttok az út szélén, mindenképpen csekkoljátok, hogy ki tudjátok nyitni a csomagtartót, mert találhattok benne benzint, és ilyenkor a motorotokat, hogyha oda mentek hozzá, a G betű segítségével meg tudjátok tankolni így benzinnel. Okés. A következő, ugye a cuccénk javítása, azt megmutattam, a portyázás. Nagyon fontos az, hogy a játék során, ahhoz, hogy kraftolni tudjatok, a játék ki fogja írni kraft alapanyagnak, hogy ti azt nem tudjátok megszerezni úgy, hogy elmentek fát vágni, elmentek érceket bányászni, hanem nektek el kell menni a városba, és ki szépen lootolgatni kell a szekrényeket, lootolgatni kell a polcokon lévő tárgyakat. Ugye ezért lesz nagyon fontos, amit a játék elején nektek megmutattam, ugye a Disable Workbench, ez azért nagyon fontos, mert amit ti a városokban lootoltok, idejöttök, látjátok, én már lootoltam is kettőt, kiválasszátok, lebontjátok, és már is kaptunk ilyen tárgyakat, ami bizonyos tárgyak lekraftolásához szükséges. Tehát lesznek olyan tárgyak, ami az egész egyszerűen muszájak vagytok elmenni városokba lootolni, hogy le tudjátok ezeket a dolgokat bontani, hogy tudjatok újabb dolgokat kraftolni. Okés. Ami nagyon fontos, a játékban fogtok állokkolni dungeonöket. A dungeonök mit jelentenek? Itt van nekünk például egy Mirage Monolith. Ez egy level 30-as dungeon, de azt jelenti, hogy ide be tudtok menni, el tudjátok indítani. Itt találkozni fogtok egy bosszal, amit ha megöltök, a boss fight végén kapni fogtok XP-t, illetve kapni fogtok egy csomó tárgyat, ami értékes, mivel egy dungeonről beszélünk, tehát sokkal jobban megéri, mint egy portyázás, sokkal jobban megéri, mint egy mellékküldetés. Dungeonozni nagyon fontos, ott tudtok például ilyen peteket szerezni, ilyen állatkákat a dungeon végén, illetőlegesen tudtok szerezni jó minőségi fegyver blueprinteket. A blueprintek egyébként azok, amik fegyvertervrajz például, vagy páncéltervrajz. De nagyon fontos, hogy dungeonozzatok, egyébként ez egy nagyon jó XP farm. Tehát egy dungeont újra és újra tudtok csinálni, bizonyos korlátokig, egyébként azt írja is, ez időnként azt hiszem napi rezetes talán egy dungeon? Uh-huh. Vagy heti? Napi. Tehát napi rezetes egy dungeon, azt hiszem 15-20-szor ki tudjátok nyomni. Ami viszont fontos, hogy a dungeonök, tehát nem külön van napi rezet a dungeonökön, hanem egybe. Ez azt jelenti, ha ti mondjuk kinyomtok egy level 10-es dungeont 10-szer, akkor a következő 20-as szintű dungeon nem fogjátok tudni kinyomni újra 15-20-szor, hanem azt már csak 10-szer tudjátok. Tehát alaposan osszátok be, hogy egy nap ti milyen dungeont és hányszor nyomtok le, mert a dungeonöket egy kalap alá veszi a játék, tehát nem külön-külön van osztva ez a reset dolog. Okés. A következő a home raid, ugye ezt már megmutattuk, ez volt az a sárga dolog, amit ugye mutattam. Úgyhogy ezen már túl vagyunk. Ami fontos, bizonyos ércek, ugye szükségetek lesz rá, szulfúr, vas, kopper, ugye ezeket nektek le kell, vagy farmolnotok kell, hogy tudjatok raftolni. Ugye a kopper az a sárga, a tinór az ilyen ezüstös pont ott van, a szulfúr az pedig így néz ki, illetve a vast pedig ott láthatjátok, az a vörös. Itt, amit mutatok nektek, ez a vörös a vas. Na most ezeket az érceket, ugye értelemszerűen érdemes olyan helyre költözni, ami közel van hozzátok, ahol jelenleg mi lakunk. Nem tudom, hogy erre a szerverre akartok-e jönni egyébként majd a videót látva, vagy a videó után. Ha igen, akkor egyszer gondolkodjatok el azon, hogy ide akartok-e költözni, de mert ugye mi itt lakunk, és direkt azért költöztünk olyan helyre, hogy ne jöjjön ide sok játékos egyébként. Úgyhogy gondoljátok meg, hogy ide akartok-e költözni, de egyébként itt elég sok érc van, tehát itt van kopper, van vas, van tinór, tehát itt gyakorlatilag az összes érc megtalálható ezen a helyen. De egyébként nagyon fontos, hogy a térképe jobb oldalt, hogyha valahol elviszitek az egeret, mutatja, hogy az adott környék hanyas szintű, illetve mi a neve. Ugye ahol mi jelenleg vagyunk, ezt Iron Rivernek hívják, Iron Riveren belül egyébként szinte majdnem mindenhol találni fogtok vasat, szulfult, tinort, illetve koppert. Érdemes körülnézni, hogy hol van a legtöbb, és oda költözni, de Iron Rivert ajánlom mindenkinek, úgyhogy ha lehetőségetek van, akkor mindenképpen Iron Riverbe költözzetek, hiszen itt szinte gazdagon lesztek az ércekből. Okés, commissionok és taskok, ezek nagyon fontos dolgok.
Commissionokat hol tudnak csinálni, Pitypang? Commissionokat? Hát, az úgy működik, hogy ugyebár itt van egy, a mapon megtalálható, egy camp, ugye a sztori során majd úgyis oda fogtok kerülni. Azt hiszem, ha jól tudom, akkor a Greywater Campbe, ami itt található Iron Riverben, ott lesz egy úriember, akitől lehet vállalni commissionokat, és ezt ugye akárhányat lehet vállalni, és ugye azok XP-t fognak nektek adni, ajánlatos csinálni őket. Na most megmutattam volna nektek egyébként, hogy oda teleportálunk, de pont ezt mondtuk a videó elején, hogy a teleportáció az a játékban hol működik teleportációs torony nélkül, vagy nem. Most láthatjátok, a játék úgy gondolja, hogy mi most nem fogunk oda teleportálni, úgyhogy nekünk most el kéne mennünk egy teleportációs toronyhoz, hogy oda tudjunk teleportálni ehhez a camphez. De a lényeg az, hogy ott lesz egy ember, vagy egy tábla, ezt most pontosan nem tudom, ahol ti be tudjátok egyébként pipálni, hogy milyen commissionokat akartok. Ez lehet például az, hogy horgászhatok, csináljatok képet állatokról, vagy öljetek meg valamit, és ezért ti egyébként kaptok XP-t. Illetve, ami nagyon fontos, még a journey-t bal oldalt fent, ha megnyomjátok a pontos J-t, és csináltok ilyen kalandos feladatokat, akkor ezeket itt tudjátok beszerezni a jutalmat, úgyhogy itt jobb oldalt fent mutatni fog egy ilyen kis ajándékikont. Ha ezt megnyomjátok, beklémelitek, akkor megkapjátok, úgyhogy ezt érdemes gyakrabban csekkolgatni. Illetve nagyon fontos még az eventek, battle pass rewardok. Ha megnyomjátok az escape-et, itt jobb oldalt van egy menibus, van egy stardust, ezeknél, hogyha mutat ilyen sárga ikont, kattintsatok rá. Itt szépen menjetek be abba a Seasonal Goals, itt menjetek be ebbe az elsőbe, és itt szépen gyűjtögessétek be a Claymore gombbal a feladatokat, amiket éppen megcsináltok, ugyanis járnak érte jutalmak. Ez vonatkozik ugyanúgy itt a Stardust eventre is, ez ugye maga a Battle Pass, itt is ahogy haladtok a játékkal, mindig gyűjtsétek be az újabb és újabb dolgokat, hogy ne maradjatok ezzel kapcsolatban le. Rendben. A következő az, hogy ha erre a szerverre jöttek, amit a videóban egyébként majd ki fogok írni, akkor itt található nekünk egy klánunk. Nagyon sokan egyébként összetévesztik, a játékon belül, hogyha megnyomjátok az U betűt, van egy Hive. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez a klánrendszer a játékban, én ezt igazából úgy hívnám, hogy egy ilyen mini klán, 8 ember lehet benne. Viszont létezik egy olyan, hogy Warband. Itt tudtok magatoknak klán csinálni, vagy tudtok csatlakozni egy klánhoz. Ugye, én nekem van egy saját klánom, ti most azt láthatjátok, jelenleg 20-an vagyunk benne. Hogyha szeretnétek csatlakozni a magyar harcosok klánba, akkor mindenképpen nagyon fontos, hogy ugyanazon a szerveren legyetek, mint mi. Illetőlegesen kattintsatok ide a Warbandre, és írjátok be a keresőbe, hogy magyar vagy az, hogy magyar harcosok, és csatlakozzatok be. Nem kell, hogy elfogadjam, automatikusan be tudtok csatlakozni egy klánba, egészen addig, ameddig nincsen tele. Értelemszerűen azt figyelni fogjuk, hogy a játékosok mennyire aktívak, mikor csatlakoztak be, úgyhogy ha esetleg látjuk, hogy valaki becsatlakozott, de nem nagyon aktív, azt ki fogjuk dobni a klánból, ilyenkor lehetőségetek lesz egyébként újra csatlakozni, hogyha szeretnétek. Úgyhogy ha esetleg segítségre van szükségetek, vagy csapattársat kerestek a játék folyamán, mindenképpen csatlakozzatok a klánunkba. Illetőlegesen ez az új játékosoknak fog szólni, akik szeretnének csatlakozni a játékhoz, és szeretnék kipróbálni. A leírásban be fogok rakni nektek egy linket, ha azon a linken keresztül csatlakoztok, regisztráltok be a játékhoz, akkor extra jutalmakkal tudjátok kezdeni a játékot, illetve ezzel tudtok szerezni nekem is extra dolgokat a játékban. Tehát ti is jól jártok vele, illetve én is, hiszen ti kaptok egy extra kis kezdést. Úgyhogy a leírásban mindenképpen csekkoljátok le ezt a linket, csatlakozzatok a klánba, gyertek fel ugyanerre a szerverre, hogyha feltudtok, és hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan gyertek fel a Discord szerveremre, ezt a leírásban megtaláljátok, vagy írjatok nyugodtan a komment szekcióban kérdést, igyekszünk rá válaszolni. Te szeretnél meg valamit kiegészíteni így a játék a kapcsolatban, Pitypang? Nem igazán. Úgyhogy srácok, lányok, én azt mondom, hogy próbáljátok ki mindenképpen egyébként a játékot. Nekem az a véleményem, hogy egy ingyenes játékhoz képest tényleg kaptunk egy nagyon jó szörvelből játékot. Építesz, ölöd a zombikat, bossozol, tényleg jó a grafikája, bár azért egyébként vannak optimalizálási problémák a játékkal kapcsolatban, de én azt mondom, hogy egy ingyenes játékhoz képest egyébként szerintem nagyon jó. Illetve, hogyha esetleg a játékról azt halljátok, hogy pay to win, ez úgy hazugság, ahogy van.
Tehát a játékban igazság szerint te tudsz venni skineket, kinézeti tárgyakat, vagy akár fegyver blueprinteket, ami valamilyen szinten talán egy kicsit befolyásolja a játékmenetet. Az, hogyha te egy jobb fegyver blueprintet kapsz, legalábbis a PvP szervereken biztos, de itt a PvE szervereken igazából te azzal, hogy pénzt töltesz fel, vagy skineket veszel, te a játékban nem leszel több igazából senkinél, csak egy kicsit jobban fogsz kinézni. Igaz? Így van. Úgyhogy ez tényleg egy olyan játék, amiben tényleg csak a kinézetre tudsz igazából pénzt költeni, és tudsz haladni a játékkal anélkül, hogy neked fizetned kéne, hogy gyorsabban craftolj le dolgokat, fizetned kéne, hogy gyorsabban lépjél szintet, tehát ilyenekre a játékban nincs lehetőséged. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy mindenképpen próbáljátok ki. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a játékban. Addig is, sziasztok!